a módosításnak köszönhetően, illetve a mostani döntésnek köszönhetően jövő év január 1 -e után azoknak a családoknak, ahol az édesanyának diákhitel tartozása van, az első gyermek várásakor három éves időtartamra felfüggesztjük a diákhitel tartozásának a törlesztését. Fontos tudni való, hogy ilyenkor a terheket is átvállaljuk, tehát így a tartozás nem növekszik ez alatt a három év alatt sem, hanem szinten marad. A második gyermek várásakor a diákkitel tartozás folyósításának a felfüggesztése mellett a hitelnek a felét elengedjük. A harmadik gyermek vagy a har harmadik vagy a további gyermek várásakor pedig az édesanyja teljes diákkitel tartozását elengedjük.